Sziasztok! Egy új videósorozatot indítunk, az akvárium apartman házakban megszálló vendégeink horgászati lehetőségeit bemutatva. De mielőtt rátérnénk a lényegre, engedjétek meg, hogy bemutassam két ifjú kollégámat. Csorba Petit már ismerhetitek, közel 4 éve dolgozik nálunk, hogyha telefonon vagy e-mailben fordultok ügyfélszolgálatunkhoz, általában ő segít nektek, tehát nem árt jobban lenni vele. Fehér Boga Pál pedig friss igazolás, az ő feladata lesz az ehhez hasonló filmek gyártása, emellett pedig a Boilis behúzós ügyintézéssel foglalkozik, és nem mellékesen az akvárium apartman házak vendégeinek kíséretével, akár békéshalas, akár ragadozós horgásztúrákon. De nem is szaporítanám tovább a szót, térjünk a lényegre. Az első epizód békéshalas téma, tehát fiúk, tietek a pálya, hajrá! Vezetek a világ szeme, én elmentem pergetni, sziasztok! Te, nem szóltál neki, hogy csak reggel pecázunk? Az apartmanházak vendégei számára 5 darab horgástéget létesítettünk itt az apartmanházak környékén. Nincs más dolgunk, mint beszállni egy ilyen a szálláshoz amúgy is tartozó csónakba, és néhány perc alatt oda is érünk az általunk kiszemelthez. Miután kijöttünk a stéghez, az első dolgunk az etetés volt. Pár marék magot szórtunk el viszonylag nagy területen, majd erre igyekeztünk minél pontosabban ráhorgászni. Egy szénhidrátos, édes ízvilágú etetőanyagot használtunk, és színes vafterekkel csalisztunk. Na Peti, akkor jobb volt az enyém, bal volt a tiéd, oké? Okay? Rendben. Remélem az enyémmel lesz először kapás. Nem sokkal a bedobás után megjelentek az etetésen a keszegek, és szép számmal fogtuk a tenyeres és annál még nagyobb dévéreket is. Sajnos az időjárás nem volt túl kedvező, ugyanis végig a hátunk mögül fújt a szél. Ilyenkor jóval kevesebb pont tartózkodik a partmenti térségben, szinte az összes nagyobb askegyet beljebb húzódik a nyílt vízi területekre. De egy idő után azért megjelentek a pontyok is, és sorra jöttek a szép kapások. Már sok szép keszeget sikerült fognunk, de végre megérkezett az első pontyunk is. Igazi balatoni sudár. Gyönyörű kis pontyokat lehet itt fogni a stégen. Egy újabb gyönyörű balatoni pontyot sikerült fognunk, melyet rögtön vissza is engedünk. Az ilyen, nem éppen ideális időjárási viszonyok között is meg lehet fogni pár óra alatt egy jó halászlére való mennyiséget. A kifogott halak átlagsúlya viszont most nem haladta meg a 2 kg-ot, ezért úgy döntöttünk, hogy befejezzük aznapra a pecát. Az időjárás előrejelzés másnap hajnalra kedvező irányú szelet jósolt, így a munka előtti szabad óránkat is a stégen töltöttük, bizakodva egy nagyobb ponyban. Fordult a szél, és a mai nap első hala már egyből egy szebbecske, kis balatoni sudár, 3 kg körüli.
Ezután ismét a dévérek lepték el az etetésünket, de azokból is a szebb példányunk. Ideális időjárási viszonyok között sem csak pontyok jönnek, na de hogyha sikerül keszeget fogni, az akár ilyen szép nagy is lehet. Igazi balatoni lapát dévért sikerült fognunk. A rövid kis horgászatunk vége felé közeledve, pakolás közben, persze, mikor máskor, érkezett meg egy nagy kapás, és ismét egy testesebb halakat horogra, ami sajnos a fárasztás közben leakadt. Mi viszont nem bánkodtunk, mert gyönyörű halakat sikerült fognunk most is, de azért úgy gondoltuk Petivel, hogy muszáj ezen a nagy halon revansot vennünk, ezért a következő videóban csónakba szállunk, és megpróbáljuk megtalálni a nyílt vizen a termetesebb egyedeket. Köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk a következő kalandunkon is!